Köszöntöm a stúdióban Gersely Bernadett, döntésmentor. Szervusz, Bernadett! Szia, köszönöm a meghívást! Mi az, hogy döntésmentor? Mit takar ez? A döntésmentor valójában egy ilyen brand név, tehát leginkább nem a diplomáimat takarja, hanem inkább azt, hogy mi által tudnak megkeresni engem az emberek. És két fő nagy területen van, az egyik a függőség, azon belül is inkább a hozzátartozók, párkapcsolati szinten próbálok ránézni erre, a másik pedig a párkapcsolatok, azon belül is a szerelmi háromszövek, megcsalások és ezek a történetek. És valójában akik megkeresnek engem, a közös nevező a két területről mindegyiknél az, hogy valahova dönteni, valahogyan szeretnének dönteni, és szeretnének eljutni egy döntéshelyzetbe. És én ebben segítem őket végig. Mert a döntés az ugye nem egy ilyen egyszerű folyamat, hogy most én döntök. Van, amikor igen, de amúgy meg nem. Hát, ha már a döntés, annak apropóján hívtalak meg téged, hogy a pandémia idején azt mondják, hogy sok lett a válás, és sok lett a gyerek. Melyik az igaz? Hát szerintem erre még annyira nem tudunk rálátni, mert ugye ez még tart, de az biztos, hogyha csak a szűk környezetünkben nézünk körben, és azt látjuk, hogy mondjuk eddig egy családnál az apa reggel elment dolgozni, és este lefekvésre, vagy lefekvés után érkezett haza a családba, és ehhez kép, tehát hogy nagyjából alig látták, hétvégén voltak közös programok, vagy együtt töltött idő, és most ehhez képest home office-ba dolgoznak, és mindenki egy kupacban van, akkor itt ugye egy újfajta helyzetet kell megtanulni a családnak, mert addig berendezkedtek egy mintázatra, hogy hogyan élik az életüket, és most valami teljesen más van. Otthon dolgoznak a szülők, a gyerekek, attól függ, hogy hány évesek vagy járnak iskolába, vagy pedig online oktatás van nekik, tehát mindenki otthon van egy kupacban. Hogyha mondjuk nincs lehetőség olyan lakásban élni, ahol mindenkinek van egy kis kuckója, akkor itt ez egy nagyon nehéz helyzet van, mert hogy most már ugye a pandémiának az első időszakában, amilyen tavaly kezdődött, ugye lassan már egy éve, márciusban, ott volt egy 3 hónapunk, amikor így ott nagyon lesokkolódhattunk, meg hogy kitanulhattunk dolgokat, hogy akkor most mi megy hozzánk. Tehát most ez a mostani helyzet annyival könnyebb, hogy már van egy megszerzett tapasztalatunk. Tudjuk, hogy mi az, ami jól működött, és mi az, ami rosszul működött, vagy mi az, amire érdemes odafigyelni, amit másként csinálhatok. És ezt valahogy már szerintem tudatosabban élik meg a családok is. Például az első időszakban engem nagyon megviselt az, hogy hogyan rendezem a klienseimet, hogy otthon van a gyerek, hogy én nekem kell tanulnom egy gyerekkel, ráadásul egy olyan kisgyerekkel kell tanulni, aki sajátságos nevelésű igényű gyerek, tehát speciálisan nem tudom leültetni, hogy akkor most megtanulod ezt, és akkor magadtól szépen tanulsz, hanem nekem is ugyanúgy fel kell készülnöm rá, és akkor plusz emellett még dolgozzál, plusz emellett még adjál neki enni. Tehát, hogy én nagyon hirtelen azt érezték az emberek, hogy iszonyatosan le vannak terhelve, valami olyan mivel, amire eddig nem kellett a nap 24 órában teljesíteni, hanem csak 2-3 órát. De hogy ez volt a múlt, és hogy az a nagyon fontos, hogy most ebben az időszakban, ami most már jó hosszú ideje fennáll, hogy itt hogyan tudtunk ehhez alkalmazkodni. Milyen újfajta szokások, viselkedési minták, milyen újfajta kommunikáció alakul ki a családon belül. A gyerekek és a szülők között, illetve hogy a szülők egymással hogyan tudnak kommunikálni. Hogy mondjuk mennyire mennek egymás agyára, vagy éppen mennyire örülnek, vagy ugye a párkapcsolatban az nagyon fontos, hogy ketten vagyunk benne, de mindenki egy külön egyén. És az nagyon ritka, amikor egy szinten fejlődünk. És hogyha ilyen nagyon sok ideig, hosszú hónapokig vagyunk összezárva, egy olyan lakásba például, ahol nem tudunk elvonulni, nincs én idő, nincs magánszféra, csak mondjuk a nappaliban van az apának egy íróasztal, meg van az anyának a konyhai asztal, és akkor a gyerekek max a szobában, akkor itt nagyon sok konfliktus és feszültség jöhet felszínre, amit lehet, hogy régebben tudtak kezelni valahogy, de most ez sokkal intenzívebb tud lenni. És ugye itt ez a kérdés, hogy ezekre hogyan lát rá a család, mennyire tud tudatosan ránézni a saját működésére, a másik működésére, meg az együtt való közös működésre. Találkoztál már olyan párral, akit ez viselt meg kifejezetten? Igen. Igen. És nekik milyen tanácsot tudsz adni ilyenkor? Hát ilyenkor, hát ugye az...
Tehát segítség mindig van. Tehát van online segítség, van telefonos segítség. Itt az a házon belül is van, ha jól tudom, ez a nem tudom pontosan a nevét, de hogy itt is van egy ilyen segítői csapat. Tehát, hogy én azt gondolom, amikor azt érezzük, hogy már valaki az agyamra vagy legszívesebben már odavágnék valamit hozzá, vagy elmenekülnék, de nem tudok, akkor az egy jelzés. Vagy ha a társam sokat panaszkodik, akkor azt a panasz ne károgásnak éljen meg, hanem figyeljek arra, hogy a panasz az azt jelenti, hogy valamit nem kap meg, valamit nem tud képviselni, egy olyan fajta érzelmi vagy bármilyen más szükségletét, amire nincs figyelem, nem jut el a másikhoz, és ettől lesz feszült, vagy ettől lesz bezárkózott. Gyakran előfordul az, hogy ebben az időszakban nem beszélgetnek egymással. Tehát a leggyakoribb, nem az, hogy nagyon harcosak, ez ugye temperamentum, meg személyiség és karaktertől is függ, ez is van, de inkább, leginkább az, hogy elcsendesednek, és csak úgy laknak egymás mellett, mint a lakótársak, vagy hogy valamelyik fele egy egész egyszerűen vagy túl sokat olvas, vagy túl sokat dolgozik otthon, de nem akar részt venni a család életében, úgymond az adott lehetősége zárt közegen belül egy kicsit így elszegrelálódik. A gyerekek lelkét mennyire viseli meg vajon ez az egész helyzet, hiszen a középiskolások még hagyján, de az általános iskolásoknak azért a közösségi élet teljesen kimarad gyakorlatilag, fél évig biztos. Hát ugye ez az iskolától is függ, igen, de sokszor az osztály hirtelen lehet menni, aztán alig vannak az osztálytársainkat, van, amikor mondjuk 20x gyerekből 10 gyerek jár csak. És a tanári kar sem abszolút. Igen. Van az, hogy mondjuk egyik héten még mehetsz iskolába, a következő héten azt mondják, hogy akkor most online oktatás van, de a szomszédos osztály bemehet. Szóval ilyen nagyon nagy kavirc van a gyerekeknek nagyon, nagyon rugalmasak. Igen. Ők sok minden ezt tudnak alkalmazkodni, de nagyon kell nekik a stabilitás is. Tehát ők tudnak alkalmazkodni, ha tudják, hogy az most tart X ideig. De ha mondjuk ez kiderül, hogy a tanárok vírusosak, elkapták a vírust, és ezért most holnaptól már nem lehet menni, az egy hirtelen nagy, vagy mondjuk kiesik egy tanár, és új tanárt kell a helyére hozni, az a gyerekeknél ez egy nagyon sok. Tehát, hogy ők azt nem bírják jól, hogyha nagyon sok változás, újdonság éri őket. Ők most már szépen megszokták, hogy maszkot kell hordani, csomó mindent tudnak. Tehát, hogy például az én kislányom is azt mondta, hogy mit kérsz karácsonyra, azt, hogy szűnjön meg a COVID például, mert a nagymamáját nem látta 1000 éve. És így azt gondolom, hogy ők egy csomó mindent szépen rugalmasan átkereteztek, de a hirtelen jött változásokat nehezen tudják. És olyankor mindig kell egy nagyon erős szülői megtámogatás, vagy az iskola részéről, vagy a neftan részéről egy ilyen pszichológiai megtámogatottság nekik. Hát egyelőre úgy tapasztalom, hogy csak a szülői oldalról tud segítség érkezni. Hogy tudunk nekik segíteni? Úgy tudunk nekik segíteni például, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy a vasárnapi napot, vasárnap találunk egy olyan időpontot, amikor mindig átbeszéljük a következő hetet. Uh-huh. És akkor azt mondjuk, hogy figyelj kicsik, én most ez lesz hétfőn, kedden ez lesz. Az is jó, hogyha a hűtőre vagy bárhová a lakásba kirakasztunk egy táblázatot, vagy kinyomtatunk, és akkor odaírjuk, hogy most ezen a héten ez történik. Fennáll a változás lehetősége, de most anya is, meg apa is csak ennyit tud, és hogy ez lesz, és így lesz. És akkor a gyerek ehhez már tud alkalmazkodni, mert akkor ő tudja, hogy mi fog vele történni. De ha mondjuk szerda este közlöm vele, hogy csütörtökön nem megyünk iskolába, mert online lesz, és akkor most mindent úgy kell csinálni, na de a padba hagytam a fél tanszeremet, na de hát akkor most hogyan, miközben anya, apa dolgozik, és akkor leülteted oda a gyereket. Az online tanítás sem úgy megy, hogy órarend szerint tanítanak. Tehát ez is ilyen iskolától és pedagógustól függ. Valaki etente 1 órát
tart 45 percben, valaki minden órát megtart, például, tehát tudok olyan iskolát, ahol reggelre ültetett 9-kor a gyerekedet, és 00:30-kor fel kell az asztaltól, mert minden tanár végig tolja az. Igen. Vannak szünetek, feladatok, de a gyerekek akkor így ellátják magukat. Jó. Akkor mondhatjuk azt, hogy a gyerekek sokkal jobban alkalmazkodnak ehhez a helyzethez, mint mi felnőttek. Az biztos. Az biztos. A felnőttek életére ez mennyire fogja rányomni a bélyegét szülőként, vajon? Szülőként hogy fog? Tehát a szülőként azt tudom mondani, ez a saját tapasztalatom is, tehát én saját magamról is tudok ilyenkor beszélni, nem csak mint szakember, hogy az első időszakban az egy nagy sok volt, hogy mindent kell csinálni. Most ebben az időszakban ugye még az általános iskolák működnek. Éppen amikor tud menni a gyerek, mondjuk az én gyerekem könnyen lesz beteg, úgyhogy ő azért elég rapszódikusan megy iskolába. De amikor az iskolában van, akkor az egy segítség. De ha a gyerek nem tud az iskolába járni, akkor így azt gondolom, hogy a szülő az előző időszak tapasztalatából, hogyha neki elég jó az önismerete, vagy elég jól rálát a saját határaira, és nem akar tökéleteset és maximálisat alkotni, akkor azt mondja, hogy oké, ott abban az időszakban, márciusban majdnem belepusztultam abba, hogy minden meglegyen, szorgalmi feladat meglegyen, hogy meleg ebéd legyen minden nap más, minden nap a gyerek igényeire szabva. Hogy a lakás hogyan, hogy az én munkáim hogyan legyenek, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor ezt normalizálom. Tehát az adott helyzethez képest normalizálok és racionalizálok, és lehet, hogy azt mondom, hogy bizonyos alapfeladatokat tudok segíteni a tanulásban neki, a többit elengedem. Vagy azt mondom, hogy nem főzök minden nap, hanem akkor berendelek ennivalót, és már ott is beljebb vagyok. Vagy azt mondom, hogy a munkámat áttolom egy másik időszakra, ahol majd a gyerekem tud játszani, meg önállóan el, vagyis nem a tanítási időszakra. Tehát valahogy elkezdem ezt egy ilyen realitásba helyezni ezt, mert tudom, hogy hosszú hónapokig. Ez most például biztosan márciusig még itt vagyunk, és hogyha így bejön ez a gyorsabb, ami már ugye a szomszédországban van, ez a 70%-kal jobban terjedő vírus, amiről azt hallottam, hogy most itt a gyerekek is érintve lesznek, mert hogy ők is sokkal jobban el fogják kapni, és betegebb lesznek, és mondjuk bezár az iskola, akkor megint újra tervezek. Tehát most a szülőnek nagyon fontos, hogy azt az erőforrását tudja aktiválni, amiben az újratervezés, a rugalmasság és a racionalizálás van benne. Mert hogyha a perfekcionizmusra, a tökéletességre, a másoknak való megfelelésének, igen, és hogyha én nem vagyok jól, akkor ott senki nincs jól. Igen. Tehát nagyon egyszerűen, de azt, ehhez kell azt gondolom egy nagyfokú önismeret, meg önreflexió, hogy én érzékeljem, hogy hol van az, amikor én nem vagyok jól. Hol van az a pont, amikor én azt mondom, hogy most külső segítséget kérek, akár online módon kérek coachtól, mediátortól, pszichológustól, bármilyen segítő szakembertől tanácsadás, konzultációt. Tehát és segítséget akkor bármikor igénybe vehetünk, és ne is szégyeljük ezt, hiszen... Sőt, én azt mondom, hogy ebben az időszakban nagyon fontos a segítség. Is. Igen. Kérjenek segítséget, hogyha úgy érzik, hogy bajban vannak. Kitartást kívánok ehhez a, reméljük, hogy most már rövid időszakhoz neked is. Igen, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, várunk vissza. Most pedig előzetesek, és műsorunk folytatódik.